Képzőművész. Képzőművész. És itt a Triget Galériában minden nap lesz egy munkám, ami teljesen eltérő az előző napi napitól. Innen Izsákiből indultunk el egy mikrobusszal Vágosba. Most volt egy nagyon érdekes része ennek az egésznek, mert nem tudtam én azt, fel is lesz majd léve egy másik kazettán, hogy mit keres körülbelül 10-15 alvó fiatal gyerek, fiúk és lányok vegyesen a mikrobuszban. Erre aztán később jöttem rá, amikor visszatértünk Izsákiba, hogy a társadalmi munkában, ami egyáltalán nem ismeretlen ott, több ezer fiatal gyerek és iskolás dolgozik a nyári szünet alatt a társadalmi munkában azon, hogy Izsevszket megújítsa, rendbehozva, betonozások, füvesítési, kertépítési munkálatok, kőoldás. Körülbelül hány ilyen szavazatod van már el is, titok? Cirka, tehát nem kell pontosan. Tucat alatt van. Az teljesen jó. Tucat alatt van. És miért gondolod, hogy miért jó az, hogy mondjuk egy díj az, hogy van most. Alig van, miért jó az? A díj vagy nem a fogadásra van szó. Hogy így esetleg kontroll alatt lehet tartani azokat, akik díjakat ítélnek oda, hogy egyáltalán nem tudják úgy kezdeni. Milyen jó lesz szerint az egész dolog? Hát, milyen célt szolgálhat? Több célt szolgálhat. Az egyik az, hogy rejlenítsa a figyelmet erre az úgynevezett versenyhelyzetre, amiben belejövőzik, belekergetik
felkérik a művészeket, hogy egymás versenytársai legyenek egy ilyen viadalom. A művészet kb. Pont arról szól, hogy megítélésében is annyira szubjektív, hogy nehéz felállítani egy olyan mércét, hogy abban a pillanatban kit tartunk Magyarország vagy a világ legjobb képzőművészének. De erre lehet különböző statisztikai kimutatásokat összehozni, mint például kinek volt a legtöbb önálló kiállítása, vagy hol volt, de alapvetően mérhetetlen szakmában dolgozunk, és ezért volt számomra furcsa, hogy egy versenyhelyzetet csinált belőle a műcsarnok az Avival összefogása. Azt a kismarsot tartanám most mondjuk a díjra érdemesnek, ehelyett a szűk kuratórium a Kokes Ádámnak fogja adni a saját különös szempontjára. Tehát azért kérdezem, hogy csak játék, vagy mert ez egy ilyen nehezés? Hát valószínűleg nem fogok lakmuszpapírt csinálni ebből a forró irodából. Ez a szerencsém, amikor játékok volt, hanem akkor az a tek. Nem csak, hogy tiltott szerencsejáték volt. Az egy hónapos forrad nyaralás, a lemondás elindul, a felkérés megkezdődik, egy kétnapos, 48 órás kétnapos éjségsztrájkra invitálom önöket, ha van 5-10 percük, 2-3 órájuk, amit evés nélkül akarnak eltölteni, kérem látogassanak el a Liget galériában, szerda és csütörtökön, szeptember elején.